Szeretettel köszöntök mindenkit a mai Dharma beszéd megnyitóján. És hát nagyon sok szó esik a figyelemről itt az elvonuláson, és nagyon sokat gyakoroljuk is ezt a figyelmet, és nagyon érdekes megtapasztalni azt itt kint ülve, hogy milyen sok aspektusa van a figyelemnek, hogy milyen érzés az, amikor az emberre nagyon sokan figyelnek egyszerre, és milyen fizikai tünetekkel jár, hogyha az ember nincs ehhez hozzászokva. Nagyon szépen köszönöm Szunyinnak a felkérést. Nagyon nagy lehetőség és nagyon nagy tanítás, mert tényleg igaz, amit mondani szokott, hogy az ember karmája az adott pillanatban összpontosul, és tényleg én ezt úgy érzem, hogy most ezt megtapasztalhatom a teljes valójában, mert minden olyan félelem, ami az életemet kíséri, az most így ennek a beszédnek a kapcsán így megjelenik, és lehetőségem van arra, hogy ezzel szembenézzek, és egy kicsit így felülkerekedjek rajta. Úgyhogy Esztert kérdeztem a mai nap, hogy körülbelül miről kellene beszélni, és mondta, hogy a zenről, meg hogy számomra mit jelent a zen, nekem hogy volt hasznos, hogy kapcsolódik az életemhez. És hát ez egy nagyon jó példa például egy zen technikának az alkalmazására, amit például most is próbálok gyakorolni, hogy figyelem a köldökömet, figyelem a légzésemet, próbálom a figyelmemet az energiaközpontba tartani, és nem figyelni azokra a belső hangokra, amik ott folyamatosan kiabálnak, hogy úgyis veszőhiba lesz, meg szóismétlés fogsz vételni, meg nem lesz értelme annak, amit mondasz, meg hát az egyéb ilyen testi tünetek. És a zen módszere, a meditáció többek között nagyon alkalmas arra, hogy az ember tágítsa a tudatának a terét, és én ezt úgy képzelem el, mint egy ilyen búrát, ahogy egyre többet meditál az ember, tágul a tudatának a tere, és hogyha hirtelen belép egy olyan nem kívánt esemény, ami amúgy dühöt, vagy félelmet, vagy bármi negatív dolgot váltana ki, akkor az nem tud olyan gyorsan elhatalmasodni rajtad, hanem van egy kis időd, egy kis tered, aminek a távolságából tudod szemlélni ezt a dolgot, és meg tudod figyelni, hogy mi ez valójában, és ezáltal már nem tud úgy elhatalmasodni rajtad, nem azonosulsz vele annyira, és utána el tudod dönteni, hogy adsz energiát ennek a gondolatnak, ennek az érzésnek, vagy visszatérsz a jelen pillanatba, figyeled a légzésedet, és csak egy hosszú kilégzéssel elküldöd ezt a gondolatot, hogy menjen oda, honnan jött, vagy ezt az érzést. Én most hétfőn költöztem be a templomba, 4 hétre jöttem, és azért jöttem be, mert szerettem volna egy picit segíteni a templomba. Úgy érzem, hogy nagyon sokat köszönhetek ennek a helynek, és emellett pedig szerettem volna egy kicsit lecsendesíteni az elmémet, és szembenézni azokkal a félelmekkel, belső félelmekkel, amik úgy érzem, hogy még rányomják a bélyegüket az életemre, és már nem szolgálják igazából, tehát nem hasznosak. És amikor beérkeztem, akkor egy ilyen teljesen ilyen idilli környezetbe érkeztem, 10-12 bent lakó, nagyon jó idő, és tényleg úgy voltam, hogy most mindent lerakok, bejövök, és csak azt csinálom, amit mondanak, bejárok a gyakorlásokra, és ha valamit elrontok, és kijavítanak, akkor megköszönöm a tanítást, és csak csinálom tényleg, amit kell. És el is gondolkoztam azon, hogy fog ebbe a környezetben most feljönni az a trutyi, amit én szeretnék, hogy följöjjön, és szembe tudjak nézni vele. De a Jurassic Parkban van egy nagyon jó mondat, amikor azt mondják, hogy az élet utat tör, és most én egy kicsit úgy szembesültem azzal, hogy a karma is úgy utat tör magának, mert amikor egyik este vacsoráztunk kint,
akkor Szunyimmal valahogy beszédbe legyettünk, és hát szóba jött, hogy én majdnem az összes videót láttam, és hát így viccesen megjegyeztem, hogy lehet, hogy már jobban is tudom a zent, mint ő. És hát Szunyim azt szerintem szereti a humort is, meg a magabiztosságot is, de van annyira segítőkész, hogy ilyenkor így teret enged az embernek, hogy akkor ezt élesbe is így kipróbálja, és szembesüljön ezekkel a dolgokkal. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy tényleg az a feladat, hogy most ide kiüljek ennyi ember elé, és beszéljek arról, ami igazából nem szóba fogható gondolatokkal, nem felfogható, csak tapasztalat, és erről beszéljek. Ez többek között ebbe is segít most nekem a zen, hogy egyáltalán tudjak beszélni, és meg tudjak szólalni itt előttetek. Körülbelül egy olyan 10 évvel ezelőtt jött el egy olyan pont az életembe, amikor elkezdtem én is kérdésekre keresni a választ, mert azt éreztem, hogy abban a formában az élet, ahogy én tapasztalom, az számomra nem kielégítő, és valami mélyebbet, tartalmasabbat szeretnék. És először én így a tudományba kerestem a választ, és egy kicsit így a kvantumfizikába mélyedtem el, és ugyanazokat a válaszokat kaptam meg ott is, amit igazából a zenbe is, de ott semmi, tehát azon túl, hogy kaptam kielégítő válaszokat, úgy éreztem, hogy ez a hétköznapjaimat abszolút nem befolyásolja, és nem változtatja meg az életemet. Aztán volt egy fordulópont az életemben, amikor hát hallottam Hamvas Béláról, és gondoltam, hogy megnézem, hogy ki ő, és hogy miket ír, és mivel foglalkozik, és belehallgattam egy hangos könyvébe, és az első mondat, remélem jól idézem, az volt, hogy éberségemet szeretném fokozni, és minél tovább megőrizni, hogy a halál pillanatában a lélek kiteljesedését teljes mértékben át tudjam élni. És akkor meghallottam ezt a mondatot, és akkor is úgy éreztem, hogy van ez a trutyi bennem, és hogy mintha egy ilyen buborék így felfújódott volna, és hirtelen egy ilyen tér képződött volna, ami így igazából nincsen benne semmi, de ilyen lehetőségeknek a tere, hogy úgy voltam vele, hogy mintha egy új univerzum nyílt volna meg. És hát akkor elkezdtem Hamvas Bélát fogyasztani elég nagy mennyiségbe, és hát ő sokat foglalkozott az embuddhizmussal is, és egyszer ültem otthon a gép előtt, és valahonnan jött az ötlet, hogy beírom egy zen tanítás, mert valahogy bennem volt, hogy ezek a buddhista meg zen idézetek, ezek valahogy mindig annyira találóak, de valahogy mégis, mint az egész valóságot úgy kifordítanák önmagukból, mintha mindig mindenek a fonákját mutatnák. És akkor beírtam, hogy zen tanítás, és akkor földobott egy videót, ahol egy ilyen szerzetesi ruhában egy ilyen kopasz fiatalember valamit nagyon magyarázott. És emlékszem az érzésre, hogy azt két dolgot láttam rajta. Az egyik az volt, hogy nagyon, de még csak a borítóképen, az egyik az volt, hogy ő nagyon hisz abba, amit éppen mond, ebbe így biztos voltam, és számomra ez nagyon, nagyon vonzó volt, mert akkoriban pont úgy nem tudtam semmibe hinni. És a másik pedig az volt, így az arcára volt írva, hogy ez hogy nem öncélúan teszi, hanem van egyfajta határozottság benne, de mégis egyfajta ilyen együttérzés. És akkor megnyitottam a videót, meghallgattam, és akkor szerintem innen már úgy ismerős nektek is a sztori, hogy itt hallgattam, és akkor az első videóban volt 3-4 olyan mondat, amire azt mondtam, hogy fú, basszus, ez tényleg igaz. És akkor úgy voltam, hogy jó, akkor mindent szeretnék tudni, amit ez az ember tud. És akkor visszamentem a YouTube csatorna elejére, és akkor elkezdtem sorba nézni, kutyasétáltatás, erdei séta, autóvezetés, minden, és akkor elkezdett egy ilyen kis zen univerzum így megképződni a fejembe. Nagyon jól éreztem benne magam, de túl messzire, hosszú távon nem jutottam vele. És amikor arról beszélt a Szunyim, hogy hát ugye, amikor már 47-szer hallott, hogy el kell jönni, és ki kell próbálni, meg nem az étlapot esszük meg, akkor
akkor felmerült bennem, hogy jó, hát akkor eljövök. Meg amikor beszélt arról, hogy 90 napos elvonulás, és hogy ilyen teljes reszelt, akkor így a zsigereimbe éreztem, hogy én ezt mindennél jobban kívánom igazából, mert hogy annyira ez tűnt így a megoldásnak. És hát ez szerintem egy 6-7 évvel ezelőtt volt még, és akkor még nem voltak zentáborok, meg egynapos zenek, hanem szerintem egyfajta elvonulás volt ez a 8x50 perc. És akkor megérkeztem, előtte egyszer próbáltam ki otthon a meditációt, 10 percre így leültem, ültem, és utána emlékszem, hogy megpróbáltam, hogy a kezemet át tudom-e húzni az asztalon, hogy történt-e valami változás, de nem sikerült. És bejöttem, és az első esti 2x50 perc után már tényleg éreztem azt, hogy bementünk lefeküdni, és nekem előtte olyan problémáim voltak, hogyha valaki szuszogott mellettem, akkor full idegesen kimentem, és inkább nem aludtam egész éjszaka, hanem sétáltam. És itt bementem, és arra lettem figyelmes, hogy olyan kellemes ilyen horkolást hallok magam mellett, és hogy ilyen nagyon frankon, így ilyen álomba szenderültem. És ezt követően is voltak, amikor hazamentem, meg jöttem még egy párszor elvonulásra, utána is éreztem, hogy olyan dolgok, mintha máshogy működnék, néha így elámultam magamon, hogy akkor ezt most én csináltam, de hát én eddig ezt nem szoktam. És hát utána szerintem bekövetkezett nálam az, ami talán sokaknál, hogy elkezdtem arra használni így a zen gyakorlatot, hogy ilyen közérzet javításnak, hogy amikor nagyon úgy éreztem, hogy úgy összecsaptak a hullámok a fejem fölött, akkor egy pár hétig gyakoroltam, akkor megint nem gyakoroltam, és akkor egy pár év így eltelt. Viszont egy valamire emlékszek, hogy az nekem nagyon sokat segített, és ez nem tudom, hogy alakult ki, vagy miért, de amit megtanítottak nekem, hogy a nyelvemet tegyem a szájpadlásra, és hogy ide fókuszáljak légzés közben, az nekem azt vettem észre egy idő után, hogy napközben is én azt folyamatosan csinálom. Tehát bárhova megyek, az utcán sétáltam, és azt vettem észre, hogy ide koncentrálok. Tehát egyfajta gyakorlás az így áttevődött így a hétköznapokba. És hát mivel nem gyakoroltam eleget, ezért hát elkövetkezett az a pofon az élettől, ami már úgy rábírt arra, hogy szembenézzek a dolgokkal, és hát tavaly ősszel jutottam el oda, amikor megfogalmaztam magam, hogy most már tényleg elköteleződök, eljövök, gyakorlok, elkezdek aktívan részt venni így a közösségi életbe, és hogy ezt életvitelszerűen fogom csinálni, ezt a zen dolgot. És eljöttem az elvonulásra, 3 napos, Szunyi mondta, hogy csinál egy karmaoldó szertartást, mindenki azt a karmáját hozza be, amivel nem boldogult egész életébe. És beraktam, és lement a szertartás, és hát úton voltam hazafele a kocsiban, most ezt megosztom, és hívtam a feleségemet, és beszélgettünk, és kérdeztem, hogy hiányoztam, és hát ilyen csend, mondta, hogy majd megbeszéljük, gyere haza. És akkor már éreztem, hogy akkor még erősebb tantian fókusz, már a kocsiba zenét lekapcsoltam, és hát amikor hazaértem, akkor közölte, hogy akkor szeretne elválni. Úgyhogy nagyon sokat segített akkor is nekem a zen, és nagyon érdekes volt például, hogy nekem mindig problémáim voltak az érzelmeimmel, nagyon sokáig elfojtottam őket, és ez a meditáció is hozzásegített ahhoz, hogy egyre inkább ezeket az érzelmeket fel tudjam engedni, és szembe tudjak nézni vele. Úgyhogy jelen pillanatban most már egy bő fél éve aktívan gyakorlok. Télen voltam egy 10 napos elvonuláson, ami nagyon-nagyon sokat segített, és most, amikor éreztem már így a szezon vége fele, hogy az energiaszint is lankad meg, hogy ahogy jobban vagyok, és nem jöttem, elkezdtem érezni azt, hogy meg sok pozitív visszajelzést kaptam a környezetemtől, és elkezdtem azt érezni, hogy
most már úgy alakul a dolog, és az nem jó jel. Úgyhogy igazából azért is jöttem, hogy egy kis alázatot gyakoroljak, és igen, még ezt szerettem volna elmondani, hogy a zen az nagyon, nagyon alkalmas arra, hogy az alázatot csiszoljuk és fejlesszük, és én azt vettem észre, hogy minél több alázat van bennünk, annál inkább így emelkedik így a hálaszint, tehát hogy amikor azt érezzük, nem azt érezzük már, hogy nekem mennyi minden jár, hanem mindennek megfelelő figyelmet tudunk szentelni, akkor megjelenik az a hálaérzet a legkisebb dolgoknál is, ami szerintem nagyon sokat hozzá tud tenni az ember életéhez. Úgyhogy hát remélem, hogy ha valaki ezt nézi, akkor minimális kedvet tudtam csinálni neki ahhoz, hogy eljöjjön és kipróbálja ezt a zen dolgot, bár én úgy gondolom, hogy aki a videókat nézi, az előbb-utóbb úgyis el fog jönni, tehát már nincs visszaút. Aki itt van, azokat pedig arra biztatom, hogy minél kevesebb ilyen visszafordulással gyakoroljanak, mert nagyon nehéz az út, de a visszafordulások azok összességében szerintem nehezebbek, tehát már mindenki a saját pofonjaiból tanul, úgyhogy igazából mindegy, hogy mit mondok. Én is hallottam ilyet szerintem előtte. Úgyhogy én azt kívánom mindenkinek, hogy érezzétek jól magatokat itt a zen táborba, gyakoroljatok sokat, és alakuljon ki az a tiszta tapasztalás, amire aztán egy kis hit is alapulhat, és utána pedig nagy bátorsággal mentek előre, amikor jönnek elő azok a dínók, amikkel úgy nehéz kicsit szembenézni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és köszönöm szépen mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy ez a zentábor most létrejöjjön, és együtt itt legyünk, és minden rendben legyen. Úgyhogy köszönöm szépen!